Az angol száz országokban évszázadok óta ünneplik a Mindenszentek napja előtti estén a Halloween-t. Már az egész világon elterjedt ez a szokás, így történt Magyarországon is, bár inkább szomorúságra, mint vígasságra okot adó ünnep a Mindenszentek és a halottak napját megelőző nap. Már nem félünk ettől, mert a mi vallás ünnepeinket is bizonyos olyan dolgok kísérik, ami humoros, esetleg vagy éppen rémisztő, nem értünk egyet vele, mert azért a Mindenszentek és a Halottak napja egy visszafogott temetőjárás van. Ez az angol száz szokás nekünk nem a miénk. November 1-én ünnepeljük Mindenszentek napját. Ilyenkor szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak. A gyertyafénye az örök világosságot jelképezi. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el. A Mindenszentek a diadalmas egyháznak az ünnepe, vagyis az, hogy az előttünk élő emberek közül megfutották az élet pályáját, és eljutottak az örök életbe, tehát az üdvözülteket, ismert és ismeretlen mennyországba jutott, azaz üdvözült lelkek, vagyis már szóval a szenteket ünnepeljük. Mindenszentek napját november 2-án halottak napja követi. Ez az ünnep fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés napjává. Hogy manapság a társadalom szinte egésze, hívők is, nem hívő embertársaink kimennek, és ez nagyon jó. Tehát az egyik legnagyobb olyan ünnepünk, amiben társadalmilag egy húron pendülünk, és mindenki érzi ennek a súlyát, fontosságát. A 2000-es évtől kezdve a Mindenszentek napja munkaszüneti nap Magyarországon.